Öném a szar! Ez kapi, geci! Ez királyság, figyeld! Nem kell ölmennünk! Na ezért már valami! Megyek fel betontömbös izén. Itt már senkit elfél. Agylövésbe az a nyoma. Na elmondom, Jonti, valamilyen hengerek. Ez nagyon szép, de hogy menjünk tovább? Ó, ja, ott van, figyeld, leereszkedés lehetőség. Fél AK-mi. Kurva anyját. Hát, nézd csak! Itt le tudunk menni esetleg. Csak nem tudom, hogy Csóvész lenne itt engem szemből. Gyúba az, hogy pont ellen itt a csávó. Akkor ne kockáztassunk. Sajnos az abban, hogy nem sok lőszerem van, Máté, valamilyen fejek. Talán még kettő van, minden igaz. Ezt le kell szedni, csávót. Egy lőszerem van, azt már. Tartani kell a végső esetre. Menjünk ezzel, mert lehet tovább zoomolni, meg ez elég halk. Nézzük meg azt, hogy mi a környékünkön. És csak nagy raktár, géppuska, fészek, öltrony. És figyelj, Réci, ezt. Csó, arra néz. Nagy raktár, fiatal, amit bejárt a... És figyelj, pásztázó. Ájjáj. Fedezzé, fia, csávóka. De innen hova fog menni tovább? Júj, geci. Nem jó sokkal jobban, mint a múltkor, emlékezt előjönnénk be. A fedezzé belsőre menni, de nem tudom, van az most egy átjáró hely, tudod, mint egy ilyen... Nem is tudom, milyen raktárszerűség, tudod, amit át lehet keresztül oda menni ilyen nyitott oldalú, hanem vagy pedig tényleg egy betonfal. Most nem tudom, megmondom őszintén. Hát, menjünk le, bazd meg. Jelenleg beadtunk a bázisot valamilyen fejek. Rengeteg Dragunov lőzet előttünk. Nem volt egyébként az egész hasztalan az akció, csak az a problémám, hogy nem tudom, hogy hogyan fogunk tovább menni itt. Nem ér szóra. Itt jönnék esetleg errefele, csak az abban itt nem lesz szerintem semmi. Látod? Figyelj, milyen árnyék vetődik apám oda. Mert csak a géppuska fészek itt el, akkor ezt hagyjuk, fél le van az a rész. Itt kell jönnünk. Jó. Megbeszéltük baszom a dolgot. Hát nem tudom, tudom mi a cél. El kell generátort elhez mennünk, a villanyt felkapcsolni. És aztán is ezt hagyjál, még be kell mennünk abba a izébe is. Kemény jó az egész, megmondom őszintén, kemény jó. Hé, várjál már, le van zárva a izé! Hát, én ezt nem. Nem tudunk átmászni? Vigyázzunk, bazeg. Nem tudunk egyébként átmászni? Ez olyan két is pedig át lehet pedig mászni. Hát, apám, ezt nem hiszem el. Pedig ezen át lehet mászni, az biztos igaz. Sosem egyébként feltűnő. Figyelj csak, geci. Ezt kap ki, bazd meg. Fivédelmi rendszer. Üres öltrony, tudom, mert ki volt már pucolva. Jaj, itt a izé fedezéknyi, csak ott egy fal mögötte. Kapja be a faszomat. Hűjj, itt csáó, fél fent. Tudod mit? Hé, hey, gépágyúval, geci, nézd már meg ezt! Ezt nézd, gépágy ölött! Ezt le kell szednünk, faszom, mert ez problémát fog hozni. Utolsó lőszert le kell, nem tudom mit csinálni. Állj meg, te mocskos szemétáda. Hát ennyi van, ti valamilyen fejek, figyelj meg ezt a csém. Csávókám, erősen őrzött bunkerben. Több nincs. Több lőszerű, ennyi van. Ö! De mekkora faszpapa, itt kell mászni, a más nem tudunk átmászni a másról a fedezékbe a fal mellett, tehát csak itt a közepén mindig hisz legyen. Tegyük mászni a fejtel, mert rábaszunk. Na, elmondom, Janti, valamilyen hengerek, elég rizikós a style. Mert itt ide bejöttünk. Na most, nézzük meg mi újság van. Öltorony, kipucolva. Az rendben van. Kipucolva a faszaság. Akkor, tulajdonképpen, amit kell tennünk, valahogy be kell jutnunk, és tudod mi a probléma, hogy arra fele kell mennünk. Nos, akkor esetleg mehetnénk itt hátul. Tudod mi a baj, nézd meg ezt a csém. Szöges drót, kerítés, nem tudsz körülmenni, csak itt alul. Esetleg akkor itt alul elmennénk, guggolva, bazd meg. Nem tudom, az mi lenne ahhoz akkor. Nézzük, mi újság van itt.
Jelenleg itt ti valamilyen fek. Várjál meg, ez még van egy gondolkod a kamerával is. Ez meg ilyen pásztázó. Azt tudom, mit jelent. Ide kell jönni a vedezékbeget. Innen kell mennünk. Ide kell átfutnunk most. Te vigyázzunk, csók, amíg ott sétálgat. Hát nem semmi bazna az egész. Hé! Hey. Van valami probléma? De hallottam valami hangot. Jó, elmondom, hogy valamilyen fejek. El kell sprintelnünk. Oda. Nem is feltűnik fél, hogy megkapom, hogy napozok a fal mellett. Melegedek? Ákár nem kell köszönöm, mert van. Oké. Na, ez megmutunk ti valamilyen fejek. Itt van fél, ez a bizonyos valamilyen lőszer raktár, vagy nem tudom mi a szar. Ilyen targoncás csávókák, én nem megoda be, az biztos igaz. Hát pedig nem lenne hülyes idő, és szokták egy jönnék a first aid-ot, amikor van valahol. First aid. Oké. Okay. Jelenleg a ládák merti valamilyen fejet, nagyon óvatosan egyébként megpróbálok egyébként. Ja, azt mondom csávókat, mi ott fennhagytam. Mászkálni. Nézzük meg, hogy mi újság van itt, figyeld, ez fedezék most tényleg az lesz. Erősen védett pont. Na most nézzük meg, hogy merre kéne mennünk. Hát ugye ide kell jönnöm az erőműhöz. Lehet látni, problémáink vannak. Itt kiszedtem a csávókát a múltkor egyszer. Kisgalárban nincsen semmi, öltönyben kincsen senki, itt ebbe sincsen senki. Itt kell oldat jönnöm, mert itt nem kell elmennünk ez alatt. Itt mehet el tudok menni, akkor nem lesz probléma. Kamerákat nézzük meg, hogy merre néz, mert az is rábaszás. Az arra néz, akkor az faszaság. Ez pedig arra néz, nincs semmi gond. Mert mi innen így kikerülve, az öltöny mellett menve pont kikerüljük a sugarát. És akkor innen jönnénk ide, itt meg hátul mennénk fel, ebben nem lenne hülyes, nem lenne megoldhatatlan probléma. Csak itt van egy csávó, aki mi mászkálgatok, beköp a levesünkbe, faszom, erősen. Itt van fia csávóka, figyeld. Nézd meg. Akkor pont itt kell mennünk. Jó. Indulj neki, bazd meg, azt mondom. Hű, atya isten, geci. Nem is feltűnő, bazai. Hát nem tudom, hogy ez itt kósere. Ajaj. Hát eljöttünk itt valamilyen fejek. Szerintem nincs senki, igaz? Jó, hát nagyjából ennyi van ti valamilyen hengerek, eljöttünk idáig. Jó lenne itt Dragunov. Bú, valami? Hallok mindig ki valami furcsangot, azt nem tudom, hogy most valaki rám kiabált, hogy izé vagy lebuktam, vagy mi van. Jó, hát ennyi van ti valamilyen hengerek, lehetnék látni, mi újság van. A múltkori áldás tevékenységnek köszönhetően ki van pucolva a környék. Na most, itt meg kell nézni azt, hogy itt mennyire fognak itt ránk látni. Csak bunker, fia, véd. Lehetnék látni, hogy a bunker az rendesen védelyiként engedj ki ők ebből a árnyékolásából. Viszont van némi fia problémák itt. Erre vigyázni kell az őrrel, amit itt fogunk lebutnunk, átfutunk. Terv az az, itt átjövök. Bejövök ide. Itt fent fogunk menni. A csávokára vigyázni kell. Úgy kéne egyébként megoldani a problémát, időzteni kéne egyébként úgy, hogy a csávóka, amíg megy háttal errefele, ahol kéne átfutnunk, de ahol kéne ennek a csávókának most pont háttal lennie. Szóval a bunkerhez nem menjünk még, mert izéljön, mert túl közelünk a csávókához akkor, hogy idők a bunkerhez, megvárom. A csóka észre fogok venni a kicsi sétálgat. Türelmesnek kell egyszer lennünk be azon, mert különben kétszer kell kezdünk, és ott már bosszantó lesz. Ezért inkább csináljuk meg egyszer, de normálisan. Nem menni a kamerát, megmondom őszintén egyszer, mert gond lesz. Most tudom, mint gondolkoztam, egyébként van egy problémánk. A kapu. Ja, jó, figyeld. Várjál már. Ez a gomb most belül van megint, mi a faszom van? Hát ezt nem hiszem el, Gezi. A kapcsoló belül van. Na de akkor hogyan jutok be? Állj meg! Ezt nem hiszem, hogy így kibasznak velünk, öcsém. Hát mi a probléma? Nézd meg, Gezi. A kapcsoló belül van. Akkor tudod, mit jelent? Hogy be kell egyszer mennünk a lőszer raktárba. Vagy ebbe az épületbe, a muníció fegyveresbe. Be kell mennünk, mit kell kijönnünk, majd valószínűleg hátul. Nézd meg, ezt nem hiszem el, bazd meg. Komolyan mondom, nem hiszem el. Magas öltrony. Azon gondolkodsz, hogy hiába jöttünk volna itt be, egy másik megoldás, itt jöttünk volna be. Félt főbb ellenőrző pont. Itt is van az, hogy oldat ilyen tudod beállt a ilyen ajtó. Itt jöttünk volna esetleg be.
Hát ezt nem hiszem el, Geci, komolyan mondom. Nem tudunk oda menni ti valamilyen fejek, mert nem tudunk menni az ajtón. Megint pofára estünk. Ha meg nem, akkor meg itt kell bejönnünk oldalt. Ha be lehet. De az sem biztos. Itt. Nézd csak, ott egy ajtó szerintem. Kurva ebben nem hiszem el. Be kell mennünk ebbe az épületbe szerintem, úgy kell kijönnünk. Szellőző, hát az? Kamera? Kamera? Hát nem tudom, megmondom őszintén. És itt kell bejönni, mi? A kurva anyja bassza szét ez a szart. Nehogy már tudod, könnyebbik úton, ott egy ajtó neked. Bejussál valami. Hát azt nem hiszem el, ezt megbasztuk. Hát tudod, lehet látni, a rács az előtte van a hajzi, úgyhogy az ott van bent. Nyomógomb pedig arra néz, úgyhogy nem erre tudunk menni, hiába futnánk ott át. Öcsém, ezt nem hiszem el. Megvan barak. Jó, hát akkor elmondom, mi a terti valamilyen fejek, nem úszunk meg a dolgot. És hogy ide felmennék, azon gondolok, hogy mi lenne itt, ha ide feljönnék. Hát, van valami. Valami kis értékes dolog, ha már ide jöttünk. Menjünk már ide be. Ez a baj, hogy valamilyen hengerek, hogy nem tudom, hogyan oldjuk meg a problémát. Itt fél van, csak van ilyen, ilyen lejárat, az is egyébként egy jó ötlet. Csak nem tudom, hova fog az vezetni minket. Nem is feltűnő. Menjünk akkor ez errefele. Na hát tulajdonképpen kiptünk ti valamilyen fejek. Lehet, nem tudom, hogy most mi lesz ezzel az egésszel. Hogy mit fogunk csinálni. Tulajdonképpen, hát, sok miért nem. Hol fog most kéne azon gondolkozom, öcsém. Na ja, itt jön ki, figyeld, szembe az épülettel. Hé, tudod mi a gond? Itt még van bár valaki, itt még fent figyeld, akit nem szedtünk le a múltra, most már később állt ebb gondolat. Itt a beton, tudod. Erődítmény, de hiába jövünk erre. Hé, állj csak meg! Nézd már! Be tudunk menni a betonbunkerbe hátulról, geci. Az nem hülyeség. Ennyire legalább könnyebben leszünk, tudja jönni. Úgyhogy semmi, bazd meg. Faszom ki van. AK nem kell, mert a dubibok AK-ba, geci, már AK mérgezést kaptam. Hát elmondom, mi van ti valamilyen hengerek. Mi ez a hely itt? Nézd már. Te nem First Aid. First Aid hely. Hogyha, hogy érzesz ezt? Elég ebből a fasz szobásból. Jó, igaz, ott hevent a bármikünkre futja. Jó, elmondom, mi van ti valamilyen hengerek. Nem tudok átmászni, mi? Ha basszam meg. Be kell mennünk ebbe a bunkerbe. Más nem tudok kitalálni okosabbat. Sajnos, mert úgy tűnik, hogy ez így van megcsinálva. Vagyok a bunker mellett, hogy nem kell sem érnünk attól a csábukáktól. És a bunkerben lévő, hogy ott van fent. Attól kicsit nép kiparáznunk kell. Tűzi. Tudom, mi a probléma, van egy némi gondunk, mert itt ezek nem voltak kipucolva az elő. Ez a rész, tudtam, hogy pucolom ezeket kibasz meg elsőnek. Vagy valami betontöm, nem tudom mi ez, fiad. És egy valami fiad őrzött tízét, utcos, hogy hiába őrzik, mert egyre pont nem fog menni. Csak pont erre nézem. Ja nem, hátul van, aki az jó hír. Szóval hokkul meg abba a... Állj csak, mely szóra? Be kell mennünk ebbe az istenvert épületbe. Csókot sétek a tejékén, fél előttünk lehet látni. Ezt le kell kényszednünk. Öltronyban nem tudom, van-e valaki, hiszen van fennben, azt nem szedtünk le a motor, igaz? Főbe elnőző pont, meg a gépus, meg az másfél lenéz, úgyhogy ebbe a szempont nem gond. Jön a csehó fél errefele. Aha, bement. Nem beteg ez a bazd, ezt figyelj a csaut. Ajaj, ott is van valaki nimeget. Bazd meg, ezt nem hiszem el. Be kell egyszer valamilyen módon mennünk köcsém ebbe a házba itt elől. A rohadt térben nem hiszem meg, ezt ilyet kell csinálni. Hát bazd meg, ezt az ízét a sumálkodáson itt művelünk.
figyeld! Ó, de mi a faszom ajánlom már? Hekekedik ebbe az meg? Hát hol akkor, izé, ajtó? Ó, de ne ez a szart már! 2 perc, elmegy szóra a fejtele? Eljön már a fejtele. Nem tudom mi lesz, de rengeteg energiát tettünk ebbe a pályába, én úgy gondolom. És szerintem jó gondolom én azt. Karnák le vannak kapcsolva gyakorlatilag. 2 perc, nem, az a baj, nem ezzel van a problémán, nem tudom mi jutna kapunk faszom, mert izé van. Faszom anyjukba. Tudom mitől tartok? Be kell menni a pályába, szerintem az őrnek a főszer, hát hogy ott lesz a csima izé. Ott ez a szarság. Itt kell bejönnünk ebbe a kibaszott izé helyiségbe. Úgy vagy, ütjeme már! Faszomba már, szarj rántja a fejem ezt a fost. Hát szupunk, akkor bebe az meg. 2 percünk van, nem sok. De mi ez a szarapa? Erre kell, nem hiszem el. Jaj, fos. Itt mennék, ha tudnék. Szerintem álljunk még itt, még itt. És azon gondolkoztam, hogy akkor itt... Nem tudunk kijönni, de miért nem tudunk kijönni? Akkor mi az a hely itt? Kikapcsolta, mit? Szartélek a pályán ezzel kikapcsoltak ezt a fost. Nem ez a probléma, nem tudom bejutni ebbe a rohadt épületbe, az a problémám, öcsém. Ez a gondom. További 2 perc. Állj meg! Picsába. Kapcsolóba az meg, nem betűzze. Húha. Figyelj, van egy problémánk, Geci, erre kell jönnünk, figyelj, nem kemény. Nem is feltűnjük a kapuba az a mögöttük. Csit senki. Állj meg! De mi az a szar sok izi apám nekünk kézigát, mondd már meg. Van már vagy 100 darab, hány izi van, mondd már meg, de tőleg. 7 darabon van, Geci. 7 kézgránátom van. Hát mi a szaromnak már ennyi? De nem ez kell, nekem nem értik meg ezt a szart apám, hogy nekem nem ez kell. Robbanó lősze, figyeld, M16-os. Szép azért, de ez se kell nekem, faszom. Átjabb meg. Jó, 1 perc. 1 percig. Jó, figyelj, ez már valami. Rábosszunk az obájára, Geci. Sprint. Kajmi nem lát. Hol a csávóga? Pontosan van, fieszt. Vigyázzunk. Fieszt, megúsztuk be az meg. Kamerafény meg van csinálva a kamera. Ki van kapcsolva. De hol tovább menne ebbe az épületbe? Ne szaposatok már, mi a geci van? Hol a bejárat? Ott van elő, figyeld. Jajjaj, van gondom. Tudom, mi a bajom. Ah, figyeld. Nem. Ajaj. Pont rám lát, mi bazd meg a rohadt dög. Bazd, ki ez? Bazd, nem semmi, apám. Oké. Okay. Fél kapcsolod, aztán a konzolgátot, azt mondja, felvonó, ekkor beindul, csörlője. Vigyázzunk egy percre. Hú, bazd meg, látod azt a faszomat, apám? Kijöttek a izék azok a bunkerből. Nincs egy riadó meglepő módon egyébként még. Igen, megúsztuk. És van még egy... Figyeld! Törj be a csörlőházba! Tudod, még az a 3-as. Na jó, ennyi anti valamilyen fejek. Dragon Ball-sos, nincs több.
azt mondta valaki. Nincs több lőszerünk. El kell menni valamilyen fejek a csörlőházba, hogy mondta egyébként az instruction. Figyeld, nincs sehol semmi. Csak tudod mi a probléma, kell jönnünk abban az ajtón. Pont észre fog venni ez a fasz. Elmondom mi a terti valamilyen, fi kell rohannunk ebbe az egészbe itt. Itt kell kijönnünk elől. Állj meg! Azt hittem, hogy valaki itt mászkálgat. Meg a barak mekkora kibaszás, már faszom. Hű, jobb, hogy ezt hogy elintéztük? Rohadt nagy mákunk van. Megmondom őszintén, bazdmeg, mert itt különben rábaszottunk nagyon könnyen. Hű, ezt kap ki, bazdmeg. Állj meg! Jaj, ne, hogy tudunk kijönni ebbe a rohadt retkes helyiségből, nem hiszem el, geci. Hát elvileg ott kell kijönnünk. Ezt nem hiszem el a szivatást. Vigyázzunk, bazdmeg, nagyon vigyázzunk, mert rengeteg munka van benne idáig a játékba. Nem lenne jó elbaszni. Bennem is útnak a múlt kezd, elég szivatása meg kell jönni. Kaput nyissuk ki. Állj, vigyázzunk. Hé, bazd meg a kapus! Hé, bazd meg, ezt nem hiszem el. Látta a csávót? A kamera bazd meg észvesz. Itt kell kijönnünk. Bejövök. Kijövök. Csak tudom mi a probléma. Ha a riadó megszól, akkor vége a dalnak bazd meg. Nem tudom megkockázhatni, hogy megpuszlok. Nézd meg ez, geci! Szerintem innen nekifutok. Nem tudom, hogy csak milyen átfutni, én nem fogom tudni megcsinálni. Tudom, mit kell csinálni, vissza kell menni a pamaizéhez. Ezt nem hiszem el, bazdmeg. Szerintem menjünk vissza valamilyen fenn, ekockáztassunk. Tudod hova? Csak tudom, mi abban nem fogok tudni ideérni 2 perc alatt. Ó, arival ülsz ebben a rohadt szarba is. Vigyázzunk. Gondolkozzunk, mit csináljunk. Zöld még, hát ott... Határjot kell megkeresnünk a kamerának. Ez a fasai, ez merre fele megy, mert ez is le fog buktatni. Arra, addig hátralak, amíg ezt fog lebuktatni. Jó. Jó, figyeld! Nem is rizikós. Menj már erre a kibaszottra, bazd meg! Hű, figyeld, a betonbunker szélig lehet mennünk. Odáig tart hatókör. Ez egyébként nem forgat a kamera itt most valami? Nincs valami forgásba? Te mocskos fasz, bazd meg! Vigyázzunk a zöld fényre. Meddig mehetek? Oké. Okay. Szóval take it. Hiú, baj, látod ezt? Megúsztuk, geci! Egy másodperc kellett volna, csak is bekapcsol. Hiú, bazd meg. Figyelj ezt. Hasta la vista, baby! Ezt kap ki, bazd meg, elmenekültünk! Hiú, ez nem volt semmi. Ez igazi Project Tig is figyelj, menekülés volt, mert nem volt riasztó. Gyilkoltunk csak visszafogottan. Csak vigyázzunk, van egy kis problémánk, hogy valamilyen hengerek, nincs még vége a pályának. Azért van, mert akkor rendesen geci idáig benne. Sajnos, van egy másik gondunk. El kell jutnunk valamilyen úton és módon ebbe a másik házba. Vigyázzunk ti valamilyen fejek, még mi van némi gondunk, hogy éppen megközelítjük a tett helyszínét. Azt kell megsasolnunk, hogy nincs itt valahol a környéken valahogy egy rossz indulatú, eltett ilyen dragunovos, távcsíves puskás őrtolony geci. Jössz a domba, pofán lőnek, ezt meghalsz. Na, az a kibaszás. Na jó. Hát jelenleg ti valamilyen hengerek, elhagyjuk ezt a tájat. Figyelj, hogy mennyi mindent hagytam még itt hátra, de talán nem is baj. És kérem tisztelettel, tovább keménykedve, hát a csörlőházhoz veszük az irányt. És van azért némi fél épet szembe vettünk, nézzük már meg, hogy mi újság van. Hát azért lesz némi problémák, hogy itt kell fognak most a Dragunovot még tudod tovább használnunk. Elég sokan van ott valamilyen hengerek. Nézzük meg, hogy a mi újság van. Ott a csörlőház, ahol ki mennünk kéne. Fél ebben vannak a nagyobb szállítmányok és más érdekességek. Ott egy csávók a fia ott a teraszon ott napozik.
Fő beelnőző pont. Ebben az épületben vannak az őrök utánpótlás. Ott fasz egyébként. Végtelen utánpótlásról van szó. Itt egyébként van valami gyanúság itt, ez a, nem tudom mi ez a rész itt. Szerintem megnézed nyugodtan, megnézhetnénk ezt, hogy hát itt lenne valami, de két nap itt kéne bejönnünk hátul. Csak fura ez a kivágott. Jó, tudom, ez a izé miatt van, ez a felvonó miatt, de akkor segít megnézhetnénk, esetleg. És hogy lehetne ezt megcsinálni? Hát ugye eléggé szopás az egész, az ezt lehet jól látni. Be kell jutnunk ebbe a háza valahogy. Na most itt elvileg itt elől tudnánk bemenni, legegyszerűbb módon. Elől bemennénk, utána pedig mennénk, vagy itt. Ott hátul nem mennénk, mert ott itt van zárva. Esetleg mennénk itt be, és ott be, tol elől, ha vannak, lenne kapu. De szerintem bölcsebb lenne bemenni szerintem ebbe a házba, mint itt menni kereszt a kapun. Lehet, hogy elég sokan vannak, megmondom őszintén, eléggé lehet látni, hogy mi újság van. Na most a kamerákat, ha merre néznek, azt kell megnézni nagyjából. Hát kb. Így néz ki valamilyen eléggé szívás. Ide kell bejutnunk valószínűleg, ezen a részen kell felmenni a placra. Ez vagy egy plac teteje, vagy pedig nem tudom melyik. Egyik az erre felnéz, lehet itt látni. Ez a másik, ez pedig... Ez pedig erre, ajjaj, csű, geci. Úgyhogy itt riadó nélkül, így is egy spásztázó, figyeld. Itt riadó nélkül nem fogunk tűnti valamilyen fejekbe jutni. De az nem is érdekes már, mert akkor már felrohannunk, azt akkor benyomom a gizat, akkor vége a pent, tehát az akkor se kéne egész így kockáztatni, mert csak rábaszunk. Jó. Menjünk fel. Figyelj ezt, öcsém. Csávók ott mászk egyszer. Ott egy öltönökben másik csávók a kétszer. Hát igen. Itt van fiam, szóval a fejlett a csókó volt, ott áll valaki. Az egy fél. Szerintem hátulról nézzük már mi újság, ha lenne valami. Valami kis extra, tudod, ilyen kis létra, extra bemenés lehetőség, nem tudom, megnézhetnénk, hogy mi újság van hátul. Fiam, megyek be ebbe a hókotróba. Nagy fiam, a kiásott ilyen árokba. Keménykedek befele. És egyébként itt lenne ti valamilyen fejek. Ez lenne a felvonó. Ide kéne mennünk. Valahogy. Vigyázom, már nem tudok mesélni tovább, mert rohadt is megsültem. Hát egyébként ilyen ti valami hengek, az egy havaspálya így figyeljékén meg. Ott van fél hatalmas mélység, óriási figyelmi szakadékot lehet megfigyelni, több mint 1000 méterre innen. És egyébként ma a kábel is egyébként errefele megy. Ide feljövök. Dombra. Na nézzük, hogy mi újság van. Figyelj meg ezt. Csávok ott mászkál. Ott egy barak, tele emberekkel, geci. Kamera, pásztázom, mutatót néztük. És ezt figyeld, gyá, geci. Várjál csak. Azon gondolkoztam, hogy ez a földszinten van. Látod? Ott a bizonyos lalapka, amilyen mutatót, több mint a Half-Life-ba kell keménykednünk ezen a túlutérpályán. Elég furán megoldva, hogy itt ilyen izé van. Ilyen eltűnik a hegybe. A túlutér nem is feltűnő. De... Ami érdekes, azt, hogy valamilyen érdekében, hogy felmennünk. Valamilyen módon. Csak az a baj, hogy itt bejuthatnánk itt hátul, ugye? Fél szöges rútkerítés mindenhol. Itt egy fal, fél betonfal, fél nincs is kerítésen a részen. Lehet egyébként látni. Itt meg fél van beton. Vagy itt szöges rút, hiába lenni itt ott körbe. Hát ennyi van nagyjából ti valamilyen fejek. Én azt mondom nektek, hogy szerintem érdemesen leszedegetni a különböző szépeket innen távolról. Egy hangtompítós puskával. Most nem tudom más kitalálni. Ennél bölcsébet nem tudok kitalálni, megmondom őszintén nektek. Hű, de meredek ez az egész. Oké. Hű, van meg. Nem egyszerű faszom. Megyek a lovkához szerintem. Tudod, ide kell jönnünk majd. Itt van ti valamilyen, ide kell mennünk. Ebbe kéne bejönnünk ebből a lovkába. Hát úrra nem lenne rohelyes apám. Tudod, lenne ilyen programhiba, tudod, hogy nem figyeltek volna erre. Meg fent, hogy gondolj, hogy vannak olyan, izék, ilyen jó emberek. Hát most jelenleg annyi van ti valamilyen fejek, hogy megpróbálok valamiféleképpen. Itt... lövöldözni, az abban vigyázni kell. Mert nem biztos, hogy célszerű. Lövöldözni. Ugyanis... Vigyázunk. Nem, hogy észre japán az a rohadt kamera baznak, hogy külülök valakit, azt akkor egyből lebukunk. Megmondom őszintén, próbálok egyébként valamiféle ilyen izét kihasználni.
ilyen könnyebbik módot, de nem fog sikerülni szerintem, mert ez elég rábaszós. Valaki eltart. Szerintem próbálkozzunk meg a... Itt ott van fél irányító központ. Ez jó hír, hogy nem kell felmenni az emeletre. Ha futni kell, akkor tudjuk, hogy merre kell mennünk. Most erre pedig... Itt nézzük meg, hogy mi van. Egy csávó, aki pont erre fragyon. Iroda épület, igen. Hát, nem tudom ti valamilyen fejek. Be kell mennünk elől. Ez nem jó. Csak szépen nyugodtan, bazd meg. Ne izgass magad. Nyugodj meg, bazd meg. Hát... Tulajdonképp, itt kell bemásznom. Ez ennek királyság, faszom. Itt bemásznék. Hú, te jó ég. Font nagy zoált kiranyítva. Őrök fél bunkere pont előttünk. Vízható az egész. Most én ezt szisztematikusan próbálok egyébként pucolgatni. Mi berolni nem sokat érünk bele majd szerintem. Hú, itt már le fogunk bukni, vagy jövünk az ablaknál. Aha, a csikima csáú. Vigyázzunk be aznek. Meg a házban még páran, rohadt élben nem hiszem. Szeretnék én tovább bemenni normálisan ebbe a házba, de nem fog menni az abba, csak úgy, ha az egész hadsereg rám ront. És nem szívesen meg adok kapóhoz bele, egyszerűen eléggé meg vagy gyengülve. Bazd meg. Nem jön sehol, se faszom így. Csodább háttal ez egy jó hír. Kapu a mi újság van? Bentről nyílj csak, ha nem, hát bazd meg. Ez a szar meg itt pont itt van kitér az a ház. Ez se egy bizonygeresztő dolog. Menjünk vissza valamilyen fejek. Ugyanis arra gondoltam, hogy kikéne szedegetni ott a hátul lévő szépeket a raktárnál. Egyszerűen fognak engem biztos boldogítani be az a gizével. Előrzéssel. Itt felnék, azt menjünk inkább lábbal, geci. De és egyébként nem olyan nagy izé akadály itt ezen átmászni, nem most őszintén. Kommandósítunk, azt kell, be kell mennünk, bazd meg. Bemásznék, azt hogy átugornék, vagy valami. Na jó. Ne finomkodjunk ti valamilyen fejek. Hű, öcsém. Bazd meg, lebuktunk. De most már. Atya Isten apám, ezt nem hiszem el. Van gond ti valamilyen fejek. Na jó, elég a finomkodásból, geci. Eleget finomkodtunk, bazd, be kell jutnunk a házba most, már nincs mit tenni. Hű, bazd meg. Van a magnet, és nem félek használni. Bazd meg. Ajaj, van gondunk. A rohadt élbe, kifogytunk. Na jó, váltsunk. Na jó, elég ebből ti valamilyen fek. Nincs mit tenni. Menekülni kell, az kész. Befele a házba. Vigyázzunk. Jó, vigyázzunk, bazd meg. Sprint. Szarok bele, bazd meg, ebbe a csipogó faszomba. Sprint! Jézusom, mennyit itt tartod a szarime? Használd a konzolt! Azt mondja, mász be! Ennyi volt ti valamilyen fek. Fúcs, itt megijedtem, megmondom őszintén a végén már, mondom, ne fogunk bukni, ez azt mi lesz velünk. Hú, te valamilyen fejek! Hát az ennyi volt, ez egy kicsit ilyen projekt ígisebb volt egyébként az eleje, a végén már kevésbé. Hát menjünk felfel felvonulva, ugye nem feltétlenül nem mentünk tovább, ugye nem volt hova tovább. Menni gyakorlatilag, úgyhogy ez gyorsulít is az egész videó. Hát felmenjünk gyakorlatilag, hát nem tudom milyen pályára jön most. Most vissza kettő. Az a kastély már itt van. 1300-as évek óta, múlt év óta használja, a kastély eredetileg a KGB fennhatóság alatt volt, de később adták katonaságnak.
A hadsereg nem használta semmire, így csak hagyták tovább rohadni. Elk lefizeti a helyi parancsnokot, azt mondja, a műholdas elemzés új épületet is mutat a romok között, ennek ellenére nincs több megbízható adatom róla. Az őrség kb. 30 zalogos, ami némi gyakorlatilag, szóval semmi komoly. Hülye idióta. Legalább a helikopter van ott, valószínűleg vadászhelikopter. Röviden elmondva, juss be a bázisra, találd meg a bombát, fogd el Eket, csak ennyi. Amennyiben ez nem lehetséges, akkor meggyilkolás talán, majd lecsillapítja. Utána tisztítsd meg a tetet, hogy mi kiviszünk téged, és a bombát, David, nagyon vigyáznod kell. Fú, bazd meg. Közel jutottunk, nem akarunk, hogy bármi is rosszul menjen, kérlek, ne csinálj meggondolatlanságot. Magyarul riadót? Hát ti valamilyen fek így nézünk ki. Itt vagyunk ti valamilyen, figyelsz, hogy keresd meg a liftet a felszínen. Hát ennyi van ti valami, én szerintem befejezem itt ti van fek a partit. Elég volt ez mára. Úgy dolgom van, el kell mennem. Tulajdonképpen ennyi volt.